azt kérném a tisztelt főváros közgyűléstől, hogy hallgassuk meg professzor Bogárdi István egyetemi tanár vízépítőmérnököt, és hallgassuk meg szintén dr. Tímár Gábor okleveles geofizikust és térinformatikai szakértőt. Köszönöm szépen. Hát az ebben való döntés nem közgyűlésem fővárosi kompetencia. Vagy mind a két oldal szót kap, Csárdi úr egyoldalú kérése nem teljesíthető, és a képviselők vitája előtt meg aztán végképp nem teljesíthető, úgyhogy erre ebben a formában nem adok lehetőséget. Engem ugyan soha nem buktattak meg árvízvédelem tantárgyból, de ennek persze egyszer oka van, én ilyet nem tanultam. De pont ezért én bennem megvan az az alázat, hogy odafordulok azokhoz, akik nálamnál többet tudnak, azokhoz a szaktekintélyekhez, akiknek a szava ma számít árvízvédelmi kérdésekben. És ennek a gondolatnak a mentén szeretném ismételten kérni főpolgármester urat, mint ülésvezetőt, hogy tegye lehetővé Bogárdi professzor és Timár doktornak a hozzászólását, akár most így a vita végén azt követően, mert azt hiszem, hogy óriási felelősség nyomja a vállunkat. Azok a mérések, amiknek a hiányára egyébként, és most egy kicsit leegyszerűsítem a mondatot, az önök szakértői, hogy az önök által felkért szakértők, a parti nyomvonalat támogató szakértők is hivatkoztak. Ők is elmondták, több helyen le van írva különböző szakvéleményekben, hogy ezek a mérések hiányoznak. Elmondták, hogy ezek nélkül, a mérések nélkül megalapozott terveket készíteni nem lehet. És én engedje meg főpolgármester úr, hogy dr. Németh Endrét, elhújt egyetemi tanárt idézzem. A víz nem tűri a nyers erőszakot, de a természethez igazodó irányításnak enged. És szeretném, hogyha ennek a gondolatnak a következményeképpen önök támogatnák azt a módosítót, ami egyik nyomvonal mellett sem teszi le a voksát, viszont azt a szakmai minimumot létrehozatja a fővárossal, ami nélkül biztonságos védelmet 55 ezer számára nem tudunk biztosítani. Ugye hosszúra sikerült a főpolgármester monológia, de bizonyára emlékszik, hogy ugye azt mondta, hogy nem pontosan idéztem. Így van. Viszont véletlen nálam van a hangfelvétele ennek a kijelentésnek, az az ügyrendi javaslatom, hogy bejátszhassam a mikrofonba. Ne haragudjon, de nem vagyok hülye. Vegye elő az ember, én azt mondtam, hogy fel fogom vetni a közgyűlésbe. Hát ne haragudjon, nekem manipulált felvételeket ne játszol le itt színpadiasan. Viccel? Hát még egyszer mondom, na jó, én kinyomtattam, az M1, nem akartam, de felolvasom akkor szó szerint. Ne haragudjanak már, Csárdi úr változatára én vagyok kíváncsi. Az M1-es televízió online, hát nézzék meg, hát ilyen hülyeségre nem nyitok vitát. De ne haragudjon, én nem Csárdi úrnak egy nem tudom milyen felvételét. Nézzük meg az M1-es online. Ez biztos, hogy nem az. Nincs itt a... Nem tudom, hogy behoztam meg. Jó. Na jó, kérem szépen, ne haragudjanak, de ez egy cirkusz. Még egyszer mondom, bárki megkeresheti az M1-es TV online-ján. Én nem tudom, hogy Csárdi úr milyen részlete. Jó van, G. Németh Erzsébet, ne hisztériázzon már itt állam. Csárdi úr behozott valamit, ami senki nem tudja, hogy manipulálta vagy nem. Miért nem normális az, ha felajánlom, bárki megtalálja az M1-es TV online-ján. Szó szerint azt mondtam, fel fogom vetni a közgyűlésbe. Felvetni egy háború lehetőségét nem azt jelenti, hogy kezdeményezem a háborút.
Ne értelmezzék át a szavaimat. Tudom, mit mondtam, és tudom, hogy ezt mondtam. Úgyhogy Csárdi úrtól ma ez a második barátságtalan és porszerűtlen gesztus. Lehet, hogy most egyeseknek tetszik itt, de a kameráknak is azt tudom mondani, ellenőrizzék az M1-es televízió online-ján teljes egészében a nyilatkozatot. Ellenőrizzék. Meggyőződhetnek róla. Bárki, egy kattintás az egész. Én azt mondom, fel fogom vetni a közgyűlésbe én magam, ha csak a kúria felül nem írja ezt valamilyen jogszabály alapján, hogy ám legyen, ha már ettől sem riadnak vissza, akkor legyen akár budapesti népszavazás.